Mit csinálsz, életem? Kirázom a Chloe-kenek a... ezt. Ágyát. Miért? Azért, mert egyszerűen nem találom a cuccaimat. Mit nem találsz? Amióta megszültél, azóta csak melegítőbe járok, mint a csövesek. Nézzél már rám, hogy én mibe járok. Te de... amikor diszkóba mentél, akkor is melegítőbe mentél? Azt, meg te is akasztózni, meg anyám én vasaltam, meg én mostam a cuccom. Jó, táskám akkor... sincs kipakolva, hódi. Mert ahhoz még nem volt időm. Miért? Mi, most mi ez van nem benne? Volt időd? Itt van egy napja. Örülj neki, hogy csak egy napja. Miért nincsenek kész az ingeim? Arról beszélgess, hogy miért nem vetted le inkább a cipőt? Azért nem szoktam levenni a cipőmet. Lehet, nem álltam. Hallod, az ingeim sincsenek, semmim nincsen. Hogy menjek itt dolgozni? Két nem utogassál. Két lábadon. Megfogod és elindulsz, és szedne. Eljöttem tartani. Nagy, a viccesnek gondolod magad, de jó lenne kicsit összekapnál magad. Menjél le anyához, aztán akkor kimossa neked, ha nem tetszik a rendszer. Az anyóshoz menjek mosatni cuccot, nem? Egyetlen egy dolgot kértem Pamelától, hogy hát kis vagyok a ruháimra, nagyon szeretem a tiszta ruhát, naponta többször átöltözöm, és azt az egyet kértem tőle, hogy annak hogy megszületett a kisgyermekünk, hogy legyen mindig tiszta ruhám. Most viszont nincs, és ez egyrészt idegesít engem, másrészt pedig nagyon kellemetlen. Egész nap melegítőbe járok. Már úgy megyek tárgyalásra is. 10 fok van kint, azt rövid gatyába járok. Jó kis, de vagy miért, amikor melegítő gatyát veszel fel csokornyakán, de akkor is hülyének néznek, akkor most is hülyének néznek. Hát mit érdekel engem? Sokkal szerényebben húzi. Szeretlek. Jaj, kenyérre lehet kenni, apukám. Na, persze. A ruhám legyen kész. A ruhám legyen kész, az utána csókolgassál, jó? Jó van, indulj magodra. Akkor szedd össze a cuccomat. Összeszedem. Ennyit nem tud menni a mosógép, mint amennyit ő rájuk kell mosni, plusz még ugye én is itt vagyok, meg még a kutyának a cuccait is mosom, a pokrocot, vagy a ruháját, vagy bármi mást, a plusz állatait. Hát egyszerűen nem tudom mindig akkorra kimosni azt, ami neki kell, mikor ő úgy gondol, hogy most azt szeretné fölvenni. Előfordul az ilyen. De ezt tiszteletek. Hát na, erről beszélek. Erről beszélek. Pontosan erről várja, beszélek, már, hogy alsógatyám, melegítőim, a fehér ing, a semmi, érted? Egyszerűen nincs már több cuccom. Normális ez vagy? Tiszta. Még jó, hogy nincsen fura. Lesz olyan, amikor elindulhatok végre? Elindulhat. És komolyan menjek melegítővel az anyóshoz. Ezek is szennyesek? Mi szerinted micsoda? Ha? Jó van, nincs itt gáz. Na, tovább ne turkáljál, jó? Mert még lehet, hogy találsz be. Hagyjál békén, hogy sokkal szerényebben. Bezállok mindjárt a gardróbba, azt nézhetsz, mint Rozi a moziba. Tényleg? Na, összepakolom, azt induljál megfele, eltetnem kell a gyereket. Hallod? Hallod? Mit röhögsz? Szerinted mit röhögök? Az, hogy szétszeded már az életemet. Már túltárgyaltuk, úgyis el fogsz indulni, akkor most mit csesztetsz még? Összepakolom egy zsákba, azt induljál meg. Zsákba fogom vinni, nem? Hallod? Zsákba. Hi! Hogy kell ide be... Nem lehet ide bejutni? De. Te milyen járatba? Ha? Várjál, bezárkoztunk. Szerinted minek jöttem? Hát nem tudom. Be akarnak látogatni, nem? Ki lettél rakva, vagy mi? Nagyon vicces. Nem, ezzel jövök. Szia! Hello. Ezzel. Na és mi van benne? Szennyes. Most ki légy szíves. Szennyes. Tessék. Oh! Ebben tégla van, nem szennyes. Nem, csak van benne egy cipőm is. Cipőd? A lányod nem mos rám. Na, nem mondjál már ilyet. Hát miért szerint? Be se ér otthon az ajtóból, és nézd meg, bosod. 10 fok van, így élek. Melegítőről melegítőre. Fűt a kocsi? Nagyon vicces vagy. Tényleg. Fiú, egy perc, ezt összesöpörjük, jó? Egy perc, oké? Okay? Persze, végülis ráérek, fagyjak meg, nem? Belépek a kis mézes kalácsházba, és hát az az első, hogy Ildikó egyből ízli, hogy akkor söpörjek, meg ezt csináljam, azt csináljam. Kinőttem én már ebből. Tényleg nagyon nagy szóba vagyok, hogy picit beszélhetne a lányoddal. Mert? Mi van? Hát, hogy azért, mert szült egy babát, attól még moshatna rám. Figyelj, ott most már egyel több mosás van, és a babáért teljesen külön kell mosni. És hogy vegyek még egy mosógépet? Hát nem kell még egy mosógépet, úgy látszik a tiéd, én már nem fér bele a programba. Ja, az enyém nem fér bele, nem? Miért nem az enyém az első? Nem, első a baba most már. Mi szerint egy babának hány ruha kell? Hányszor öltözik át? Az attól függ, ha lebüfizi, akkor már is levesszük, mert büdös. Ha lekakíja, úgy, mint a múltkor. Nem kérek semmit, ingyen söpörtem össze. Ura. Csak most ki a cuccomat, nézd. Jó, na gyere. Az buffedőt.
Na, ezt berakom akkor ezt a dolgot, jó? A táskámat ne rakd be, csak a szennyes. Na jó, persze. Jó, ne táskástól. Nem. Ezek igazi gyümölcsök? Igen, csak a szőlő nem. Az becsapós? Az becsapós. Kim vagyok a tükör előtt? Minek köszönhetem? Mert a mert a Pamela hozta. Ja. Szerinted ki fogod még ma mosni? Igen. Én soha nem mosattam máshol, tehát hogyha nekem bármikor vagy bárhol is éltem, mindig vagy volt takarítónőm, vagy volt, aki mosott rám, de az, hogy én egy anyós jelölthez vigyem el vidékre a ruhámat, ez számomra vérciki volt. Puha! Van egy kis gondom. Mi? Még a mosás lemegy. Uh-huh. Jázi, erre kéne menni az óvodába. Én nagyon szívesen itt állok, ülök, mert most fekszem. Akartam indulni. Hát akkor mit tart vissza? Fekszel? Hát az nem. Vissza? Hogy én menjek el a Jázért? Én léci. És nekem kiadják a gyereket? Persze, 14 év felett kiadják. Tényleg? Igen. Vannak csinos óvónénik? Igen, hogyne. Na jó, elmegyek érte. Egye fele. Életem. Szia. Mi a helyzet? Minden rendben? Aha, minden rendben. Na jó, válami. Figyelj, arra gondoltam, hogyha már úgyis elmentél a Jázért, ott van közmét, hogy csekedet beugrani, venni pár dolgot, mert most mire hazaérsz, nem fogok tudni elmenni megint. Persze, hozzon a szennyest, menjek el a Jázért, meg menjek el boltba. Életem, miért nem hagysz engem élni? De várjál, nekem sincs életem konkrétan, mert én itthon vagyok a gyerekkel. Tehát nem én vagyok az életed? Nem én vagyok az életed? Nekem élet. a Nati, meg te vagy az életem. Miért a Nati az első helyen? Na, fejezd be. Kezd újra. Igen? Mit? Igen. Mi igen? Kezd újra. Hogy vagyunk akkor? De közben nézem a gyereket. Na, hozzál nekem a boltból. Mit? Pár dolgot? Mit? Olajat szeretnék, már azt értem nagyjából, olajat, rizst, fűszer, nem kell, várjál? Pelenkát tudsz lenni szerinted? Biztos, hogy nem. Persze, ez az első. Hát pelenkát hogy vegyek? Hát soha nem vettem pelenkát. Veszek akkor pelenkát. Akkor, ha fósitől vegyél, azt meg tudod oldani, pelenkát majd én veszek, még úgyis van itt egy pár darab, jó? Jó. Na, meg kekszed, légy szíves, aztán hagyjából ennyi. Arad, és most már ilyen lesz az életem, hogy mindig felhívsz, és akkor el kell mennem a boltba. Hát akkor maradj itthon te, és akkor el tudok én menni, annak itt még nem lehet. Én otthon maradtam volna. Igen, nyomkodni a telefonodat, és nem a gyerekre vigyázni szerintem. A gyerekre nem kell vigyázni, a gyerek az velem alszik, és utána kész, minden rendben van. Jó van. Na, majd akkor kipróbáljuk ezt is, jó? Jó. Mostában úgy érzem, mintha szembe mennék fontosan az árral, tehát minden úgy történik, ahogy én nem akarom. Na, ügyes legyél! Ennyi? Ezért hisz fel, semmi az, hogy szeretlek, imádlak, akarlak, te most vagy az van. Életem, semmi. Ebben a sorrendben. Aha, jó van. Nem vagy már régi hódi, jó van. De tudod, hogy imádlak. Jó van, nem baj, jó van. Jön még Dunára kamion. Ez az én Dunám, te okos. Akkor is. Ezt is tőlem loptad. Jó lenne, nem tartanám fel, mert sok biztosnom kell a kislányodat. Jó, na, ciao. Csók. Melyik ez a... Katica. Azaz. Katica csoport. Erzsi néni, Jászmin óvó nénie. Jöttem a Jászmin. Jászmin. Jó, köszönöm. Szia. Értem, jó? Oké. Mit kell csinálnunk? Fel kell öltöznünk? Igen. És ez micsoda? Az, hogy egy kisgyerekért elmenni az óvodába, ráadásul tényleg a Pamának a kis húga, aki egyébként sem sokszor kommunikatív velem, hát nem volt egy macsó feladat, de hát Ildikó miatt meg kellett tennem, meg hát Pamela miatt. A kis libát le lehet, nem is jelenti. Azt te rajzoltad azt a libácskát? Igen? És vigyük majd haza? Jó, majd felöltöztünk, jó? Csokolom. Viszontlátásra.
többiek alszanak? Tényleg? És neked nem kell aludnod? Ezt hogy kell levenni? Tudod? Nincs is rajta gomb. Csak le kell húzni? Hát hogy? Hát ez az a labdája. Ez milyen divat? Ezt hogy találtad ki? Anya mondta. Anya mondta? Anyának nincs ízlése. Úgy tűnik. Na, Muti? Basszus. Hát miért nem egyedül csinálod? Nem vagy még olyan nagy? Hm? Nem? Vagy gyere, állj fel. Hogy nézzem. És a nózid, látás vagy? Nem. Biztos? Én gombolom be? Mi? Hogy várjál? Így nem tudom begombolni. Basszus, ez fordítva van, mert ez csajgatya. Képzeld el, hogy a pasiknak a másik oldalt van a gomb. Nem ezen a felén. A kisfiúknak. Oké, okay, és ezt meg rátolod? A vagányba? Jászminnal nem lehet gyorsan közlekedni, ugye szépen kell beszélni, figyelni kell rá, hogy ő éppen mit szeretne, úgyhogy be voltam lassulva. Ezt be kell húzni? Nem kell? Miért? Nézd csak ide, ez kint. Tök jól nézel ki. És ezt vegyem le? Igen. És mivel rakták föl? Ragasztóval. Igen, és tépjem le a libádot. Ah, tök jó. Ez így elég, nem? Mehetünk? Másik is, a kicsi. Az nem kell. Kezed? Na gyere. Menjünk, ne maradjunk. Kész csó. Na mit szólsz, Jászi, hogy én jöttem érted az Ovival? Jó. Jó vagy? És mi volt az Ovival? Mit csináltatok? Festettünk. Festettetek? Micsodát? Libát. Ja, ezt a libát? Ezt festetted? Aha. És miért kellett libát festeni? Most egész nem voltam az Ovival. De miért libát festetted? Azért, mert libanapok vannak? Aha. És akkor így tanítanak meg, és ide rárajzoltad a jeledet? Ovó néni. Ezt a csigát az Ovó néni rajzolta? Elég béna. Erzsi néni? Így rajzolta a csigát. De tök szép lett, nem? Ügyes vagy. Nem mintha nehéz lenne lemenni 4,5 évesbe, de hát mégis azért nem mindennapi dolog az, hogy én most megpróbálok a Jászminnal beszélgetni, kiszedni belőle, hogy mit csinált, mi volt éppen az Oviban, hogy egyáltalán tartalmasan legalább hazáig eltöltsük az időt beszélgetéssel. És mit szólsz a Natasához, a kis tesódhoz, ha? Aranyos? Akarod még majd látni? Igen. Megjössz majd, eljössz majd, meglátogatod? Aha. Jó. Most már nem te vagy a legkisebb a családban, hanem a Natasa. Tudtad? Aha. Most már te öreg vagy hozzá képest. Öreg kis csaj lettél. Mit csinálsz, életem? A baba könyvét. Voltam a boltba. Sikerült mindent venni? Hallod, a mamuszod az miért van kint a vízi előtt? Ajta előtt? Nem célzás, most célzás azért, nem, hogy... Nem most jön a Mikulás. Nem, pedig azt hittem. Tényleg? Célzás, hogy le kéne venned a csizmát, cipődet. Nem hordok csizmát. Ja, mert nincsen gumicsizmát sem, amit hordasz, nem? Anyu most kimosta a cuccomat. Tényleg? Aha. Soha többet nem megyek a cuccommal. Nem jó most. Beraktál cukrot, mi? Egy valaggal. Nem egy valaggal, csak egy keveset. Hoztam neked izé kaját, amit kértél. Miket? Mindent, amit mondtam? Uh-huh. Te ilyen ügyes vagy? Sokkal ügyesebb vagyok. Mi nem csináltál nekem családteát? Mert most magamnak csináltam gyümölcsteát. De el fog jönni az az idő is, amikor te fogsz kapni teát. Mikor? Pakold ki, hogy nehéz éljen meg ott az a valami. Majd én töltök neked. Aj, útba vagy. Azt néztem, hogy ugyan végig csöpögteted el. És ha igen. Ezt már kiöntöm. Nem. Akkor ne ölts ki. Hova öntsem? Pakold ki. Hogy főzzek? Tehát, nekem ez kell. Hol van a családtel? Mik ezek benne?
Hol van a csalántea? Mi ez? Vettem szendvicset is közben. Minek a vettél Jázinak? Szemben? Jázinak? Igen. Nem magad. Ja, Jázi, rémentem az oviba. De komoly volt, hallod? Mi volt? És az Omo néni csinik voltak? Megállt az élet, Erzsike néni. Erzsike néni, jó fej. Meglátott. Mondom, hogy Jázért jöttem. Mondtam neki. Most hova mész? Úgyhogy hol megyek? A másik oldalát, ha beálltam, mi sem jutott. Kettő négyzetméteren. Mi? Nem fértél el? Nem. Csinálod a baba könyvet? Csinálom. Mikor ez kész? Nem tudom. Ne lapozgassál már bele! Most azon gondolkozom, hogy szerintem nem hoztál olajat. Vagy lenhagytad a kocsiba esetleg? Nem hagytam le semmit. Mit nem hoztam? Olajat. De akkor nem hoztam. De miért? Mert nem hoztam olajat, elfelejtettem. De az pont kellett volna. Mert pont az kellett volna. Hát pont az kellett volna, hogy ne égjen le a kaja, amit csinálunk. Uh-huh. Hát ezt buktat, Hódi. Az olajadat, opá. De nem is fogsz akkor hozni? Nem fogok hozni olajat. Szét vagyok dolgoztatva, mint egy rabszolga, Pamela részéről. Hazaérek, és nem az az első, hogy jaj, életem, milyen cuki vagy, hát ezt a sok mindent elintézted egyedül, és ennyire, és hú, de itt, hanem hogy én miért nem hoztam olajat? Hát, ezek után, tehát belemet kidolgoztam aznap. Mi mit gondolod? Te tudod már még hova pakolni magadat? Nem gondolod, hogy hozok olajat. Most nem voltam gondolom, a boltba. Hogy a... Egész nap miattad rohangál. Jó, hát elmész. Majd, hogy kimostad volna a ruhámat, most nem kellett volna elmennem a mosógép így is ment egész álló nap, az, hogy most a te ruhád pont nem fért bele, amit pont fel akartál venni, az egy másik dolog. Uh-huh. Sokkal szerényebben Hódi, már mondtam. Nem sütanak. Figyelj! Pont ezért, hogy ne kell egész nap utánam pakolnod, arra gondoltam, hogy bejárónőket castingolok ma. Hm? Minek? Ne castingolgassál semmit, Krisztián, menjél el, az dolgozzá. Menjek el, az dolgozzá? Miért? Kuplerájt ne csináljál itthon. Ja, hogy azért menjek el itthon, hogy ne csinálj kuplerájt. Mindegy, én azt gondoltam, hogy castingolok ma, és megkönnyítem a te életedet. De te mit? Nem, mi az, hogy castingolsz? Egy takarítónőt úgy szoktak keresni, hogy valaki ajánl valakit, nem castingolgatnak. Mi vagy te valami producer, hogy itt castingolgatsz? Hát lehet, hogy egyszer producer leszek. Ja. Persze. Nekünk nem kifejezetten takarítónőre van szükségünk. Hanem hogy többfunkciós nőre? Hetek óta el vagy veszve, és szeretnélek elvinni moziba. Nem vagyok elveszve. Szeretném, hogyha... Tessék? Nem vagyok elveszve. De szeretném, hogyha egy kicsit a magánéletünket is építenénk, mert az most nincs. És hát, többet tudnánk kettesbe lenni. Egymásra figyelni, gondoskodni, odafigyelni. Hú. Én lehetnék újra férfi, udvarolhatnék neked. Udvarolsz te éppen eleget, szerintem. Hallod, a szemembe fújta ez a valami? Másfele. Mit csinálok? Udvarolsz te éppen eleget, szerintem másfele, úgyhogy itthon már. Miből gondolsz, hogy másfele udvarol? Hát csak így. Így? Megálmodtam. Megálmodtad. Uh-huh. Az volt számomra fontos, hogy Pamelán egy picit tudjak segíteni, mert természetesen magamon is, mert azért látható, hogy az elmúlt napokban nekem sokkal többet kellett mennem a háztartási dolgok miatt, mint egyébként számomra ez megszokott. Úgyhogy ezt úgy állítottam be, hogy mindenképpen Pamela miatt, de hát természetesen azért ebben jókora mennyiségen is benne vagyok, az én életemet is megkönnyítse. Három ember jön egy csaj, 23 éves, magas, tetovált, főiskolás, kisgyermekgondozónak tanul, nem lehet rossz. 23. Nem azért, hanem azért, mert kisgyermek... Látod, te érted megint félre. Én nem értem félre, én azt mondom, hogy 23 évesen takarítónőnek megy el. Te 25 évesen gyermeket szültél. Hát aznál nincsen baj, hogy a gyermekekre akar vigyázni. Azzal sincsen baj, hogy 23 évesen takarítani akar. Jön egy Évanéni, 63 éves. Évanéni 63, óvodában dolgozott dajkaként, vidám, friss nyugdíjas. Na, legalább a Muzsika TV díjazni fogja. Festi, zongorázik. Nem biztos. És várjál, van egy csávó, Péc Attila, 26 éves, közgazdász. Fiatal. Idősebbet nem tudtál volna kezdeni? Igen, igen, mindent bevállal. Mindent? Aha. Csak meg most a néha hátam, nem? Na, kicsit szemtelen vagy ma, nem életem? Na. Nem vagy szemtelen? Te akarod, hogy mindenbe segítsenek nekem. Mindjárt jön Manu az első. Jó. Jó? Már nagyon izgulok. Izgulsz? Nagyon. Nagyon izgulsz? Na, oké, hívjuk. Hello. Jó napot. Ne telefonálgassál, hogyha jön a csaj, nem fogok vele itt kommunikálgatni egymagamba. Mondd még egyszer.
Ne telefonálgassál, hogyha jön a csaj. Ja nem, bocsánat, ja, megyek. Igen, figyelek. Itt vagy a ház előtt? Igen, itt vagyok. Oké, megyek. Oké, megyek. Biztos, szia. Hogy nem mész. Mit mondasz? Biztos, hogy nem mész. Hova? Kihallatszódott, hogy menned kell. Hát nem megyek érte. Ja. Jött a izé. Ja, ga? Aha. Menjél. Jött a takarítónő. Mi, mit értettél? Nem tudtam, hogy azt hívott. Azt hitted, hogy egy csaj hívott fel. Én nem értem, hogy Krisztián miért erőltette ezt a takarítónős projektet, mert ő igazándiból ott semmi nem érdekli az, hogy most itthon rend van, vagy nincs rend, pont ő el van ő egy hétig is a kuplerájba, hogyha arról van szó. Jó, rendben. Jó, el is jöttünk. Cipő? Maradhat? Hát szerintem, ha beszoktál menni egy helyre, mi szoktál csinálni, szerint házvezetőnek? Levenni. Ritzl Zsuzsanna, aki gyermekgondozónak tanul. Akkor cipőt lejöjjön be. Oké. Okay. Életem, hoztam Zsuzsát. Ő a? Ő a Zsuzsa. A tetovált Zsuzsa. Ő a tetovált a Zsuzsa, igen. Zsuzsa küzd a cipőjével. Igen, küzdök. Ja. Mint minden nő. De milyen kedves, hogy van idegen emberrel. Te szoktál csak bunkó lenni vagy idegen emberre. Én szívesebben bíznám egy idősebb nőre a kislányomat, ha már arról van szó, hogy elmegyünk valahova, és ugye Krisztián szülei, az én szüleim is nagyon messze laknak, úgyhogy nem feltétlen tudnak egyből itt lenni, hogyha bármi programot szeretnénk hirtelen kitalálnunk, hogy most akkor mit csinálnánk valamit. A mi gyerekünk az kb. Ekkora. Sőt, még ekkora sincs. Fogtál ekkora gyereket? Igen, fogtam. Gyerek? Igen, mert kisgyermekgondozó és nevelőnek tanulok. Te, mi van a combodon? Hát... Mind az ott tetoválás? Ott igen. A combodon is? Igen. Én azt hittem, hogy a harisnyi olyan mintás. Nem. Nem. De igen, kisgyermekgondozó és nevelőnek. Jó, mi az, amit válasz? Hát mindent, ami szerintem egy takarítónői vagy egy babysitterhez kapcsolódik. Ha nem szeretném azt, hogy a lányom, mikor kitisztul a tekintete és elkezd kommunikálni, akkor ránéz egy olyan lányra, akinek két ekkora luk van a fülében. Tehát ez biztos volt, hogy számomra ez nem. Te ilyen a mobil vagy? Tehát, hogy így tudsz jönni helyzetből, vagy mennyire persze. Kell előtte szólni? Hát szerintem egy órára lakok innen, úgyhogy az bőven elég. Hol az? Puskás Ferenc stadionnál. Puskás Ferenc, és igen. Akkor ide tudsz metrózni? Persze. Aha, akkor viszont nem is, hogy jó. Tessék? Nem is, hogy jó. Miért? Hát mert éjszaka meg akarnak pörgetni a Budapest éjszakában, hogy majd meghozom. Majd hazaviszed. Láttunk már ilyen film jelenetet. Ne, amikor a túl apuka, leszünk ezen is, mint amikor a apuka mások. Hazaviszi a bejárónőt. Na, megjött a második versenyző, Hódi. Uh-huh. Jó napot kívánok! Berni Krisztián. Üdvözlöm, Pécz Attila vagyok. Szia. Pécz Attila, aki mindent bevállal. Sokkal az ember bejöhetsz, jó? Nyugodtan tegeződjünk. Köszönöm szépen. Szia. Te vagy az idősebb ránézésed, de azért... Azért úgy gondolom, hogy tegeződhetünk. Köszönöm Megyen szépen. Megyen a cipődet, jó? Szia! Szia! Jó, kedvesem! Jaj, megszédültem! Szervusz, Péca! Hódi Pamela, szia! Nem mosolyog el annyira. Nem mosolyog el annyira, jó? Az, hogy egy férfi jelentkezik egy ilyen hirdetésre, mert komolyan kicsit is gondoltam, hogy behívom. És találkozom vele. Figyelj, ez hallgatok. Egy takarítónői állás, babysitter. Mit keresel itt? Háztartás vezetőnek jelentkeztem. Igen, ezt tudom, hogy ez egy női állásnak minősül, de a mai világban hát nincsen már ilyenre, gondolom, különbség. Tehát én úgy érzem, hogy el tudom végezni az ilyen munkákat. Tehát szerinted meg egy nő között nincs különbség? Hát biztosan. És kisbabát tudsz mondjuk vigyázni kisbabára? Igen, igen, mert volt, van egy kisöcsém, én segítettem édesem. Most 6 éves, tényleg? Segítettem édesem. Az enyém ekkora? Igen. Fogtam helyet? Igen, láttam már a gyermeketeket, gratulálok. Aha. Köszönjük. Nagyon szép kisbaba, ez a pótbaba is. És mivel fogsz dolgozni? Tehát milyen munkaruhára gondoltál? Hát teljesen mindegy nekem, tehát csak nem raktok rám valami no. Szoknyát, vagy ilyesmi. Hol van a kötényem, amivel én szoktam takarítani? Te nem szoktál takarítani. No. Miért szoktál? A Békés Csabaiban hazajöttem mesztelenül, hasztelenül, és felvettem neked, hogy csak a popsim látszódja. Micsodát vettél fel? A Békés Csabait.
Ki? Elmentek az emlékeidből? Fú, hát nem volt túl maradandó, az biztos. Na, szép volt. Ugye Attila, én arra gondoltam, hogy én Békés Csabán voltam a kolbászfesztivál, és kaptam ilyen kötényt. Én azt gondolom, hogy neked ez... Leteltem ezt a kisbabát. Neked ez kiváló lenne, és igazából én nem kérek sokat, szerintem elég lenne, hogyha... Aha, de hát valami textiltől azért szabaduljál meg, tehát rád bízom, hogy... Szegény, most mit lehet köztetett? Hát 25 fok van. Hát Attila egyébként tényleg jól viselte a Krisztiánnak a csipkelődését, tehát én azt mondom, hogy le a kalappal előtte, mert azért sokan így el szoktak bújni, hogy jaj, rám szólt a Berki Krisztián, de ő úgy vette a lapot, úgyhogy le a kalappal. Szeretném, ha felcsavarnád a szőnyeget, jó, de nem zenére, csak úgy simán. Csak ilyen lazán? Aha, simán, hogy ezt hogyan csinálnád? Nagyon arról kezded. Hát most mondtad, hajtsam föl. Tehát hát te közben fogod a bal kezedbe a másikat. Ha kezedbe adtad, akkor ki... Ja, hát uram, lenyugodtan és... Akkor lehetnél kedves megmutatni, hogy kell egy szőnyeget felhajtani. Nem ott hibáztál be. Nem ott hibáztál be, akkor nem is tudod összerakni. Krisztián, te szerintem ilyet még életedben nem csináltál. Szerinted én mindig így születtem. Nálam egy szőnyegbe egy csavarás, ez így néz ki. Ezek? De nálad? Letérdelek, nem vagyok rest letérdelni, fölpörgetem, mint állat. Nézd meg! Nem is értettem, hogy most ő mit akciózott itt, szerintem nagyot akart mutatni. Hozzáteszem, jól állt a kezébe, meg ügyesen is megcsinálta, tehát jól tekerte fel ugye a szőnyeget is. Lehet, hogy ő neki kéne otthon többet takarítania, és nem kéne takarítót fizetnünk. Szerinted jó szögbe fogod a lapátot? Igen, természetesen. Aha. Szerinted ide kell állnom, ugye? Hát de nem veszed észre, hogy magad felé kellett volna? Nézd már ez meg! Ez rajtad múlik, hogy lapátolod rá. Na. Aj, Krisztián. Tehát ez egy emberes munka, nem szurkolsz? Kell két emberes neki. Munka. Neki. Milyen castingot szerveztem, értem? Hát nagyon tartalmasak. Mit eszel, briós? Na, mondsz egy csücsköt. Pillanatot. Pillanatot? Egy pillanat csücsköt. Most szól, ne konzol. Na, gyere, odaadom. Ígérem. Na, gyere, odaadom. Nem kell. Mi a hülye vagy? Te. Jókor. Mi jókor? A következő? Ha neked tetszett ez a félnótás, Attila? Nekem aranyos. Jó aranyos napot! Jó napot! Erős Éva vagyok! Tessék bejönni! Egy pillanat, leveszem a csizmámat. Jó! Hallod, helyette pakolok. Kezdés. Neked tetszett az előző? Helyette pakolok. Én söpörtem föl helyette. Aranyos volt. Bemutatkozom én is, jó? Jó. Berki Krisztián. Erős Éva vagyok. Foglalj helyet. Erős Györgyné Éva, aki óvodában dolgozott dajkaként, vidám nyugdíjas. Köszönöm. Nem vagy, hogy leteget véletlen volt? Nem, én amúgy sem szeretem. Csak annyira fiatalos vagy ez a haj, szenzációs. Köszi szépen, én amúgy is utálok magázolni. Nem szeretem, nem az én stílusom. Nem. És a baba? Bent van. Bent van. Megleshetem egy picit. Uh-huh. Hogy egyem meg a szép. Jaj, de szép anyom. Éva egy nagyon-nagyon belevaló idősebb hölgy. Kicsit marketing szagú volt, ahogy bejött hozzánk, és amilyen módon egyből a picihez próbált ugye közeledni, és ezzel Pamelát levette a lábáról. Hát engem azért annyira nem. Tudsz énekelni, Éva? Szoktál? Lencsi baba. Van valami nótád? Amit hát mondjuk, figyelj, énekelni, azért... én mind ajka sose énekeltem, hanem ha a gyerek nagyon nem aludt el, aha, akkor a Mozartnak az egy zenéjét raktuk be. Tényleg? Mozartra? Lehet bármilyen más zenét is. Komolytalan zenét. Mutatok én neked. Mutatsz? Ilyen lightot. Egyébként erre a legjobb ez a jóga zene, hogyha ismeritek. Ami nem jóga zene. Nem baj, de a zene maga mi? Olyan volt, pici-pici lencsi lány. Házikó. Pici házikó van, pici-pici házikó. Amikor este lesz, az pici-pici lencsi lány. Táncol. Pici. Ügyesek vagytok. Én elismertek itt honról. Ti mondta, hogy maradja itthon. Csinált egy pár perces nagyon jó hangulatot nekünk, tehát én azt mondom, hogy egy ilyen itthoni délutánra, mint egy ilyen hangulatelem. Nagyon jó volt a lakásban. Nem tudom, életem. Mit nem tudsz? Hát, hogy az Éva koránál fogva, most korából adódóan... Most mi bajod, figyelj, Krisztián, mi bajod van az én koromban? Mennyi idős vagy? Én 62 múltam, május 20-án.
Az teljesen jó. 62-en múlva. Én szeretek járni bulizni. Milyen vagány? Bulizni. Hogy fogsz a gyerekemre vigyázni, a bulizol? Azt én majd megoldom. Másnaposan? Nem szoktam inni. Nem iszol? Nem, időnként. Akkor mi? A telken egyedül. Akkor hogy engeded el magad? Na, mesélj már. Hát nagyon szeretek táncolni. Igen? Tényleg? Na, tegyél már egy zenét. Ha már énekel, táncol is. Márja. De valami jót. Majd ne aggódjál. Mert a hallgatsz, hallgatni kell azt, amit tanács. Egy esség. Csavard fel a szőnyeget. Figyeld. Nézd. Én nem tudom. Le, a de hogy kell? A szőnyeget még, vagy éjjel csak. Az, hogy egy idegen, idősebb hölgyel a lakás kellős közepén ő nekiállt táncolni, csavart fel a szőnyeget, stb. Brutál jó volt. Van férjed? Pasid? Oh! Van! Barátom! Férjem, özvegy vagyok egyébként. Igen? Viszlek, hogy csavard azt a szőnyeget? Hogy kell felcsavarni a szőnyeget ezt? Mert előbb ezért rúgtak ki ezt a számot. Krisztián nem úgy csinálja, hogy te akartad. Jó ez. Megvesszük. Jó, megvettük. Így is megvettük. Van.